A Hepkupa győzelem utáni első bajnoki Miskolcon léptek pályára a cápák, és a hazaiak az első negyedben tartották a lépést a listavezetővel. 10 perc játék után egy ponttal vezetett a Nyíregyháza, a nagyszünetre viszont már 11 pontos előnnyel vonulhattak le Mohácsiék. Fordulás után tovább nőtt a két csapat között a különbség. Siska János valamennyi játékosát pályára küldte, a harmadik negyedet 8, a záró 10 percet 4 ponttal nyerték a vendégek, akik magabiztosan szerezték meg sorozatban 11. bajnoki győzelmüket. Az elején azért kicsit álmosan kezdtük, aztán a második negyedben már jobban összeállt a védekezésünk, és ki tudtunk építeni előnyt a fél időre. Aztán a második fél idő már jobban sikerült, még jobban kezdtünk el védekezni, jobban támadni, és könnyebben tudtunk nyerni. A mezőny legeredményesebb játékos a Busz Iván volt, aki 27 pontot szerezve vette ki részét a cápák sikeréből. Nagyon-nagyon sok energiát érzek magamba, ezt próbálom átvinni a pályára, illetve egyre jobban próbálom kihasználni azokat a szituációkat is, amikor mondjuk Ubilával ketten vagyunk fent a pályán, és nem feltétlenül csak a játék szervezésére kell koncentrálnom, hanem rendezetlen védelem ellen esetleg indításokba meg tudok indulni, próbálom használni az erényeimet, és mostanában jó formában vagyok, és jól sikerül. A forduló további eredményei a következők: TF Budapest Salgótarján 68-92, Veszprém Budapesti Honvéd 106-97, Nagykőrös Mavc 77-86, Baja NK Pécs 63-68 és Vasas Akadémia MTK Elite Basket 83-65. A tabella élén a Nyíregyháza áll 19 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 16-3-as mérleggel rendelkező BKG Prima Akadémiát és a 13 győzelem mellett 7 vereséges szenvedő Vasas Akadémiát. A cápák szerdán a Vasast fogadják. A Vasassal mindig kemény meccseket szoktunk játszani. Idegenben is vezettünk 17 ponttal, azt hiszem, és feljöttek Egára, és egy labdás mérkőzés lett a belőle, de tudtunk nyerni. A Vasas agresszión védekezik, váltásos védekezést játszanak, nagyon nehéz ellenük támadni, de hazépályán mindenképpen nyerni szeretnénk, komolyan készülünk rájuk. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Vasas Akadémia mérkőzés szerdán 17 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig csütörtökön 20:30-tól láthatják a találkozót.